A hajléktalan szállón élők közül 4 naponta munkába járnak, 2 közülük pedig sikerült álláskeresőként regisztrálni. A többiek esetében kevesebb a hajlandóság a munkára, de próbálják motiválni őket. Próbáljuk a bentlakókat kicsit ösztönözni arra, hogy hozzászokjanak, vagy inkább visszaszokjanak abba az életbe, amikor dolgoztak, tehát újra visszaszokjanak a munkaközösségekbe. Így próbáljuk őket ösztönözni, hogy próbálunk neki biztosítani önkéntes közösségi munkát, melyet itt a város területén tudnak elvégezni. Próbálunk segíteni a közösségi központnak a kapu lefestésében, vagy akár a hajléktalan szálló környékét kicsit rendbe rakni, de későbbiekben tervezünk esetleg az OVIK felé is elindulni, szintén kapufestésekkel az udvarok rendbetételénél besegíteni. A hajléktalan szálló 12 fő befogatására alkalmas, jelenleg teljes kapacitással működik, amire a nyári időszakban korábban még nem volt példa. Ennek oka a romló szociális helyzet. Az érdeklődés akkora, hogy akár még egyszer ennyi embert is el lehetne itt helyezni. Az önkormányzat, mint tulajdonos, szeretné felújítani az épületet. A projektterv már elkészült.